A kis tűzhányó kísérletben erre a narancssárga színű porra, ammónium dikromátra lesz szükségem. Ebből egy tetszőleges mennyiséget kimérek. Három vegyszeres kanálnyi mennyiség elegendő lesz. Az ammónium dikromát hő hatására bomlik, a lejátszódó reakció amellett, hogy hőbomlás, amellett redoxi reakció is. Nézzük. Az ammónium dikromátnak tehát bomlásához melegítésre van szükség. A reakcióban az ammónium dikromát nitrogén tartalma nitrogén gázzá oxidálódott, amely távozott a rendszerből, a króm tartalom pedig króm-3 oxiddá zöld színű anyaggá redukálódott.